A képeken azok a férfiak láthatóak, akik ellen Tamásiban lopás gyanúja miatt folytatnak büntető eljárást. Ők az egyik helyi áruházból több száz ezer forint értékű élelmiszer toltak ki a bevásárló kocsival fizetés nélkül. Amennyiben valaki rendelkezik információval velük kapcsolatba, kérjük, hogy jelentkezzen a Tamási rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél, illetve névtelensége megőrzése mellett hívhatja az ingyenes segélyhívószámot, a 112-t is. A bolti lopások kapcsán vannak, akik visszatérően lopnak el különböző termékeket. Közülük sokakat ismernek már a biztonsági őrök, így rájuk fokozottan figyelnek. Az, hogy mire számíthatnak akkor, hogyha kollégáim, illetve az üzletek biztonsági őrei megfogják őket, ez attól függ, hogy egyszeri alkalommal történik a lopás, vagy pedig többször teszik ezt. Hogyha valaki egyszer lop üzletből és megfogják, és az által ellopott terméknek az értéke nem haladja meg az 50 ezer forintot, akkor szabálysértést követel, ez egy tulajdon elleni szabálysértés, és amit elzárással is lehet sújtani. Ebben az esetben, hogyha az üzlet feljelentést tesz, akkor a rendőrségnek kötelessége eljárni, akár a helyszínen helyszínbírságot szabhat ki a tolvaj részére, ami 6500 forinttól 65000 forintig terjed, azonban, hogyha szabálysértési feljelentést tesznek a kollégáim ellene, akkor a bíróság fog dönteni arról, hogy milyen büntetést kap. Ez lehet akár közérdekű munka, lehet akár elzárás, ami egy naptól 60 napig terjedhet, illetve lehet pénzbírság, ami 6500 forinttól 400000 forintig terjed. Már üzletszerűségről beszélhetünk viszont abban az esetben, ha valaki többször lop egymás után. Ez már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számít. Függetlenül attól, hogy egy 60 forintos csokoládéról, vagy egy 200 ezer forint értékű tévéről van szó. Ebben az esetben kollégáim már büntető eljárást kezdeményeznek az elkövetővel szemben, lopás vétség vagy lopás büntet miatt, attól függ, hogy milyen értékben történik meg ez a bolti lopás. Tolna vármegye különböző üzleteiben a lopások napi szinten előfordulnak. Ezek főként a nagyobb városokban, Szekszárdon, Tamásiban, Dombóváron és Pakson jellemzőek.